A himnusz után Szalai László Ferenc, 11. A osztályos tanuló szabalata, majd Sánta László végzős osztályfőnök köszöntője hangzott el. Nehéz feladat titeket búcsúztatni, útra valóval ellátni, hiszen most készültök átlépni egy küszöböt, ami a felnőtté válásotok első kilométerköve. Egy idézetet szeretnék először felolvasni egy kortárs hazai zeneszerzőtől. Eltelt néhány év, mióta itt vagyok köztetek, figyellek benneteket és tanultam rengeteget. Nemrég még arra gondoltatok, hogy a tanárok a mindennapjaitokat keserítik meg, a dolgozatokkal, felelésekkel fölöslegesen kínoznak, de talán már rájöttetek, hogy mi nem az ellenség vagyunk. Az iskola és az oktatók egy segítség az életben, a céljaitok eléréséhez. Néhány hónap múlva arról fogunk beszélni, hogy a sikeres vizsgát után milyen útra tértek. Lesz, aki tovább tanul, és lesz, aki a szakmájában elhelyezkedve munkát vállal. De addig még van egy kis időtök, hogy fel tudjátok idézni, mi is történt az elmúlt 2-3 évben. Barátságok kötődtek, sportesemények, diáknapok, kollégiumi bulik, különböző táborok, kirándulások a parlamentben. Talán felsorolni is hosszú lenne, hogy amiken részt vettetek, milyen emlékekkel gazdagított benneteket. Talán ilyenkor némileg irigykedve néztétek a végzősöket, akik büszkén álltak szüleik, testvéreik, tanáraik és barátaik előtt. Készen arra, hogy átvegyék méltán kiérdemelt kék szalagjukat. Akkor talán még nem is gondoltatok bele, hogy mindez mit jelent. Hogy a szalag nem csak egy masni, amit hordasz majd és kimutatod ezzel, hogy végzős vagy. Ez annál sokkal több. Jelenti azt, hogy már a vizsgát tenni készülő diákok és diáklányok vagytok. Legyetek erre büszkék, és fejezzétek be becsülettel, amit elkezdtetek. Lassan a célegyenesbe fordultok, és az álmaitok beteljesüléséhez kívánok nektek tanártársaim nevében is jó egészséget, kitartást és sok-sok szerencsét. Amikor a szüleitek rátok néznek, beértek fektetett munkájuknak az eredménye, egy majdnem felnőtt férfi, vagy egy késznő az egyik oldalon, és vér, veríték, őszhajszálak a másikon. Ehhez csak őszintén gratulálni lehet nekik, és ezért most kérek egy tapsot tőletek szülőknek. Urányi Márkó 11. B-osztályos tanuló szavalata után Facsar András igazgató szalagot tűzött az osztályok képviselőinek, majd ők tűztek szalagot az iskola vezetőinek, Vida Tamás főigazgatónak, Facsar András igazgatónak, Kis Attila igazgató helyettesnek, Kovács Sándor gyakorlati oktatás vezetőnek. Ezt követően a 46 tanuló kapta meg szalagját osztályfőnökeiktől. A 11. A szakképző iskolai osztály asztalos, festő, mázoló, tapétázó osztályfőnöke Vasné Szűcsedi. A 11. B szakképző iskolai osztály kereskedelmi értékesítő, gépi és CNC forgácsoló osztályfőnöke Sánta László István. A 11. C szakképző iskolai osztály szakács osztály osztályfőnöke Nagyné Orosz Edit. A szalagot Kis Attila igazgató helyettes tűzte. A 13. F szakképző iskolai osztály érettségire felkészítő képzésben résztvevők osztályfőnöke Vargáné Glaci Júlia, Ferenci Béla, Ferenci Zsolt végzős diák édesapja szavalata után az osztályok bemutatkozó fényképeinek vetítése következett, majd a szalagavatói tánc, Bécsi keringő és a fiúk fergeteges tánca, amely táncokat Vasné Szűcs Edit táncpedagógus tanította be. A műsor végén az összes végzős felsorakozott a színpadon közös énekkel, majd egy-egy szál virággal köszöntötték szüleiket a diákok.